Köszöntöm nézőinket! Az önkormányzati választásokat megelőző utolsó jászfényszorúi hírmagazinunkban a város polgármesterét, Győriné dr. Ceglédi Mártát kértük fel, hogy foglalja össze az elmúlt évek eredményeit. A városvezetővel készült interjúnk előtt pedig az elmúlt hónap fontos eseményeiről készült tudósításainkból válogattunk. Előjáróban egy rövid ízelítő ezekből. A Jászság egyik legnagyobb és legpatinásabb vers- és prózamondó seregszemléjeként szervezték meg a 14. Jászfény vers- és prózamondó találkozót. A hagyományos sport és családi programok mellett első alkalommal szervezték meg a diákpolgármesterek találkozóját május 1-én. Bútorfestőiparművész kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Jászság egyik legnagyobb és legpatinásabb vers- és prózamondó seregszemléjeként továbbra is töretlen népszerűségnek örvend Jászfényszorún a Jászfény vers- és prózamondó találkozó. Az április végén megszervezett sorrendben 14. rendezvényre ez alkalommal 77 fiatal nevezése érkezett. Több mint negyed százada, 1998 óta szervezik meg rendszeresen Jászfényszorún a Jászfény vers- és prózamondó találkozót. A helyi tanító, drámapedagógus Kovács Andrásné Rozika néni kezdeményezésére és szervező munkájával életre hívott seregszemlét korábban 2 évente tartották meg, a Covid óta évente rendezik. Idén 77-en neveztek a programra. Nyilván a nagy létszámot az is adja, hogy több versmondó versenynek az elődöntője is vagyunk, és ezért az alsó tagozatosok is megmérettethetnek, hiszen eljuthatnak a versünnep fesztiválra, illetve tovább juthatnak a Táltos Virág mesemondó versenyre. A felső tagozatosoknak a Regősök Húrján országos versmondó versenyre való továbbjutást lehet kiharcolni. A középiskolások és felnőttek pedig az országos József Attila versmondó versenyre juthatnak tovább, és kedvezményeket kaphatnak a Latinovics versmondó versenyen való részvétel során. Mindezen túl talán a legfontosabb, hogy a vers szeretetét is a fiatalokba plántálja. A vers az önmagában egy olyan eszköz, amellyel gazdagodik az emberi lélek. Ha még ezt tolmácsoljuk és továbbadjuk másoknak, akkor nyilván mások is részesülnek ebben az örömben és ebben az élményben. Én mindig ezt mondom a gyerekeknek, hogy nem azért mondunk verset, hogy elsők legyünk, hanem azért, hogy azt a gondolatot, ami nekünk megtetszett abban a versben, amit kiválasztottunk, tudjuk továbbadni, és ezáltal másoknak is örömet okozni. A Művelődési Ház szervező munkáját a város önkormányzata mellett a FÉBE, a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság drámapedagógiai műhelye, a Színjátszók Baráti Köre Egyesület és a Jászfényszorúért Alapítvány is támogatta. Szakmai együttműködő partner volt a Magyar Versmondók Egyesülete és a Versünnep Alapítvány. Minden itt kezdődött, ezeken a deszkákon, és a versek szeretete már kora gyermekkoromtól bennem él, és igazából az, hogy most zsűritagként lehetek jelen ezen a versenyen, több egyszerre már. Nem csak ez a kettősség, hanem még egy plusz feladatom is van, hiszen a Versünnep Alapítvány delegáltjaként is jelen vagyok. Ez azt jelenti, hogy innen a versünnep seregszemléjére tudok delegálni tehetséges verselőket. A zsűritagként hazaért családja révén a városhoz 1000 szállal kötődő színésznő ez alkalommal is egyengette a fiatal tehetségek útját. Kiváló mesterem volt, aki foglalkozott velem, és már eleve a főiskolára felkészített, és a versek szeretetét plantálta belém, Rozika néni. Őtőle azt tanultam, hogy mindig a korcsoportnak megfelelő verset kell választani, tehát egyszerűen meg kell érni bizonyos versekre, és a másik nagyon fontos dolog, hogy nem én választom a verset, hanem a vers választ engem. Ha elolvasok egy költeményt, akkor, és megérint engem, akkor bizonyára van valami olyan közös pontunk, amiben miután megszólított, úgy érzem, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell. Valamilyen módon tovább kell adnom, örökítenem, tolmácsolnom, tehát, hogy ezzel dolgom van. Sok-sok fiatal versmondó hosszú hetek óta készült a találkozóra, hogy tudása legjavát adja a közönség előtt. A munka már a versek kiválasztásával kezdődött. Magamhoz választottam verset a hangszínemhez és az én stílusomhoz, és igazából azért szeretek verset mondani, mert kikapcsol, és megmutathatom a tehetségemet idézőjelben. Én úgy választottam meg a verset, nekem a szüleim szoktak benne segíteni, de igazából végül úgy is az lesz, ami nekem tetszik. Ez egyébként a kedvenc versem, amit mondani fogok majd. Ez a Szabó Lőrinc Madarak. Azért szeretek verset mondani, mert így az embereknek jobban át tudom adni, amit igazából mond ez a vers. El tudom nekik mondani, hogy
amit a vers üzen, és át tudom nekik adni. Megrendeztek egy versmondó versenyt az óvodában, és jelentkeztem. És ezt megnyertem, és azóta mondok verseket. És miért szeretsz verset mondani? Lekötnek. Szeretem őket. Miért szereted a verseket? Miért szeretsz verset mondani? Hát azért, mert többet tudok az írókról, az, hogy milyen volt a személyisége, mert általában benne vannak a élete az íróknak, és mert nyugalmat terjesz bennem. A négytagú zsűri Csomor Csilla színész, Erdei Gábor televízió szerkesztő és színész, Bordásné Kovács Katalin versmondó művelődési házigazgató és a Magyar Versmondók Egyesülete alelnöke, Csokonai díjas rendező Wigman Alfréd alkotta. Három szempontot veszünk figyelembe, magát a versválasztást, hogy az a gyerek egyéniségéhez, életkorához illik-e, hogy ő mentálisan, lelkileg meg tud-e azzal birkózni. Azután hát megvizsgáljuk a megvalósításnak a technikai részét, tehát hogy beszél, hogy a hangzó képek-e, hogy a hangsúlyok magyarosak-e, hogy megfelelőek-e, és azután van egy úgynevezett összbenyomásunk, hogy valaki, valakit mennyire hív a színpad. Az adott pillanatban megfogalmazódó üzenet, az átélt élmény kifejezése pedig természetesen az élő versmondás egyik legfontosabb velejárója. Ezeket az élményeket feldolgozva, átadva, ha tetszik sűrítve, hiszen a vers az egy sűrűbb, ugye, gondolati matéria, juttatják el ezeket a gondolatokat, tehát a világról való képzetünk, a világról való gondolkodásunk ezáltal szegmentáltabb, ezáltal gazdagabb. Minden produkciót emléklappal jutalmaztak, elemezték az előadásmódot, és ennek alapján határoztak arról, hogy a különböző országos versenyeken kik mutathatják meg ismét tehetségüket a 14. Jászfény vers és prózamondó találkozó résztvevői közül. Tavaszi nagy takarítást tartottak a jászfényszarói kalapgyári tavaknál a Békehorgász Egyesület tagjai. A civilek éves természetvédelmi napján a kezelésükben lévő tavak környezetének gondozása mellett a legfontosabb karbantartási munkákat is elvégezték. Éves környezetvédelmi napját szervezte meg Jászfényszarún a kalapgyári tavaknál a Békehorgász Egyesület az elmúlt héten. Tisztán tartjuk a környezetünket, kijönnek a horgászok, több mint 50%-a, összeszedjük a szemetet, hüvet vágunk, próbálunk normális körülmények között horgászni meg lenni. A tavak környékének rendben tartása több szempontból is fontos. Azon túl, hogy növeli a komfortérzetet, a növények megújítását is szolgálja, a felszedett szemét pedig óvja a környezetet. Mindenféleképpen fontos mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy a mai világban ez volna minimum, hogy normális környezetbe éljenek az emberek. Meg horgászzanak, meg sportoljanak. Tisztában vannak ezzel a jászfényszarói horgászok. Nem is kell külön szervező munka ahhoz, hogy a tavak környékének éves takarítási napján sokan összegyűjjenek. A közgyűlési meghívónak a hátuljára rá vannak vezetve az éves programok, és ott szerepel a dátum, meg az időpont, hogy 8 órától a mai napon. Minden évben rá szoktuk írni, és így minden horgász tudja, nem értesítjük külön mindenkit, tudják, hogy jönni kell. Az egyesület taglétszáma, beleértve a fiatalokat, illetve a gyermekeket is, megközelíti a 300-at. Rendszeresen szerveznek horgászversenyeket az egyesületen belül, illetve külsős horgászok, baráti társaságok részvételével is. Barátságosak a horgászok, nincs vita, nincs veszekedés, meg szép, tiszta környezetben horgásznak. A helyi közösségek összetartó erejét szeretnék növelni Jászfényszarún a Város Napja rendezvényeivel minden május 1-én. A hagyományos sport és családi programok mellett idén első alkalommal szervezték meg a diákpolgármesterek találkozóját a városban. Motorosok nélkül nincs május 1-e Jászfényszarún. A 2014-ben elhunyt Pető Ádám előtt tisztelegve ismét emlékfutamra gyűltek az ország cross motoros életének képviselői a róla elnevezett emlékparkban. Az ő példája nyomán nagyon megható, hogy ennyien összegyűlünk, és egy emlékfutamot rendezünk. Immáról sokadik éve. Amíg a motorosok összetartanak, addig nincs baj a világban. Hogyha a motorosok szétesnek, akkor tényleg komoly a probléma, úgyhogy nagyon köszönöm nektek még egyszer ezt a közösségi szellemet, ezt az összetartozást, az együtt gondolkodást, és hogy eljöttek minden évben hozzánk ide az emlékparkba, és részesztek ezen az elképesztő, fantasztikus eseményen. Szeretettel gondolunk Ádámra, velünk marad, velünk lesz, folytassuk a szellemiségét, a tisztaságát, a jóságát,
amit volt kitér örökölni. Több mint 100 motoros fogadta el idén a szervezők meghívását, hogy a hozzátartozókkal, barátokkal és ismerősökkel közösen egy örömmotorozással tisztelegjen Pető Ádám emléke előtt. Megtisztelték jelenlétükkel a mai találkozón. Mindeközben a Városháza dísztermében tartották a jászfényszarúi diákpolgármesterek első találkozóját. A szervezők nevében a Fényszarúiak Baráti Egyesületének elnöke Tóth Tibor köszöntötte a résztvevőket. Mi is igyekeztünk, és igyekezünk jelenleg is elsősorban a táboroknak a pénzügyi bonyolításával támogatni az iskolát, és rengeteg közös pályázattal, ami a ti időtökben is és a jelenlegi diákoknál is van. Jászfényszarún 1995 óta választanak diákpolgármestert, majd minden egykori választottnak lehetősége volt elfogadni a szervezők meghívását. Köztük a 29 évvel ezelőtt első alkalommal megválasztott, akkor 7. osztályos Litvai Lengyel Nikolettnek is. Tudjuk nagyon jól, hogy még Magyarország is tanulta akkor a demokráciát, tanulta azt, hogy hogyan lehet beleszólni a sorsba, hogyan lehet beleszólni az irányításba, szavazni, hogyan mondhatjuk el véleményünket. Kisdiákként is ugyanezt éreztem, óriási lehetőséget kaptunk, amit ezúton is köszönök az általános iskolának, az ott tanító pedagógusoknak, hiszen azt érezhettük, hogy egy kisdiáknak is lehet véleménye, egy kisdiák is érezheti azt, hogy fontos, amit ő érez, és lehetnek jó ötletei. Akkor is ott megtanultam azt, hogy a közösségnek, a csapatnak mekkora összetartó ereje van, mekkora dolgokat lehet elérni, hogyha az ember közösségben gondolkodik, társakkal gondolkodik. Épp ezek voltak a legfontosabb céljai a közel 3 évtizeddel ezelőtt útjára indult helyi diákválasztásnak. A diákpolgármester választások tulajdonképpen arról szólnak, hogy a gyerekek megismerjék a választási folyamatokat, nagyobb érdeklődést tanítsanak majd, vagy tanúsítsanak most éppen aktuálisan a választásokra, és ő maguk is szervezik a tevékenységeiket. Olyan módon viselkedik, ami kiváltja a tantestület és a társainak a megbecsülését. Ennek ugyanolyan jelentősége van, mint a mindig valaki kitűnő, vagy pedig a társai őt diákpolgármesternek, diákpolgármestereknek nevezik ki. Ez rendkívül fontos, én azt gondolom, hogy a felnőtt társadalomnak, Jászfényszarú közösségének egy alapköve, amit szeretnénk tovább folytatni. És nem csak a diákpolgármester választás hagyományát, hanem immár a találkozókat is folytatni szeretnék. A szándékok szerint hagyományt teremtenek e kezdeményezésből, hiszen ez is alátámasztja a Városnapja rendezvényeinek szellemiségét. Egészen kicsikortól közösségben élnek, azok valószínűleg később is igénylik azt a közösséget, ami a magyarság összetartozásáról, de ez nem az én posztom, Jászfényszarú összetartozásáról szólnak. Az emlékfutam résztvevőinek felvonulása vezette fel a majális délutáni programjait. A város utcáit 100-nál több motoros vette birtokba. Jászfényszarún május 1-én ünnepeljük a városnapját. Azért is van ez, mert szerettük volna valami különleges tartalommal megtölteni ezt a napot, és úgy érezzük, hogy így sikerült az embereket megmozgatni, hiszen a mai nap a sporté, a mozgásé és a közösségeké. Amíg a motorosok a város utcáit járták, már készülődtek a kerékpárosok, hogy ismét aktívan járuljanak hozzá a város ünnepéhez. 461-en neveztek az idei családi kerékpáros teljesítmény túrára. 3, 2, 1 és rajt! És elindult a 2024-es Jászfényszarúi Családi Kerékpáros Verseny. A 30 kilométeres távot teljesítők között kerékpárt, illetve kerékpáros kiegészítőket sorsoltak ki a szervezők. A változatos családi és sportprogramok mellett idén sem maradhatott el a májusfa állítás sem. Ebben és az egésznapos estig tartó eseménysor sikeres megszervezésében mintegy 150 helybéli segítő közreműködött intézmények, szervezetek, önkéntesek részéről, ezzel is erősítve a közösségek összetartó erejét. Az erdélyi kalotaszegi bútorfestők legszebb, legmélyebb hagyományait viszi tovább művészetével kerékgyártó emese, népi bútorfestő. Alkotásaiból a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében a Jászfényszarúi Petőfi Sándor Művelődés Jáz és Könyvtárban nyílt kiállítás.
Kalász Tóth Mercedes prímás hegedűjátékával teremtették meg az alaphangulatot a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében tartott népi bútorfestőtárlat megnyitójához a jászfényszarúi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. Az intézmény klubtermében május 2-től Eszencia címmel látható tárlat kerékgyártó emese alkotásaiból válogatott, az erdélyi hagyományokból, motívumokból táplálkozó bemutatót harangozó Imre néprajzkutató ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe. Nem sokaság művel csuda dolgokat, hanem a lélek ereje. És ez a lélek az, ami hitem szerint kerékgyártó emese ecsetét és egyáltalán az attitűdjét mozgatja. Hogy itt van egy erdélyi templom, közel 600 esztendős mennyezetkazettája. És itt egy egészen fiatal hölgy, aki ezt tökéletesen tudja írni. Nem festeni, írni. És ezek a képek nagy többségükben arról szólnak, hogy milyen a világ. A Kolozsvárról érkező alkotó az egyre szűkülő magyar laktabázis mellett is tovább viszi az élő hagyomány értékeinek legjavát. És ebből a világból, ebből a süllyedő Atlantisból hozza a jövő ígéretét kerékgyártó emese, hogy igen, van jövő. Mert ha ebben a szemléletben, ezzel a látásmóddal nőnek fel a gyerekek, és ezt az írást ma is, ebben a világban is lehet gyakorolni, lehet élni, akkor nincs semmi elveszve. A tárlat a Művelődési Ház nyitvatartási idejében június 2-ig tekinthető meg. Könyvbemutatóval egybekötött kiállítás nyílt Jászfényszarún a Szent Erzsébet közösségi házban. B. Jánosi Gyöngyi életéről, munkásságáról, művészetéről szóló monográfia személyes hangvételű bemutatása mellett a művésznő képeiből összeállított tárlatra invitálták a művészetkedvelőket. Különleges tárlatnyitóra invitálta a művészetkedvelőket a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság. A két évvel ezelőtt elhunyt művésztanár B. Jánosi Gyöngyi életéről, munkásságáról és művészetéről szóló, a kortársak visszaemlékezéseit, kritikáit összefoglaló, nemrég megjelent monográfia megismerése mellett a művésznő meg annyi alkotását csodálhatták meg az érdeklődők. Nagyon szerettem Gyöngyit. Azt mondjuk, hogy tehetséges nő, csodálatos festményei vannak, csodálatos egyénisége volt, szeretetteljes, kedves, és ez meglátszik a munkáin is. A város polgármestere köszöntötte a rendezvény résztvevőit, köztük a művésznő férjét és lányát is. A Népfőiskolai Társaság elnöke méltatta azt a sok évtizedes munkát, amit B. Jánosi Gyöngyi alkotással és tanítással töltött, valamint a Hamza hagyaték megőrzéséért végzett feladatait. Nagyon-nagyon büszke voltam arra, hogy egy művészházas pár Jászberényben, a Jászságban, Jászberényben lakott Hamza Dezső Ákos távozása után a felesége ezt a gyűjteményt és a házat felajánlotta, és ezt a Jászság elfogadta. Jászberényben láthatjuk ezt a múzeumot, ezt a gyűjteményt. Jó szépen ajánlom természetesen mindenkinek, nagyon jó kis foglalkozásokkal elcsábítják a fiatal korosztályt is. Cibolya Éva énekművész műsora után a monográfiát Farkas Edit, a Hamza Múzeum igazgatója, a kötet szerkesztőjeként mutatta be. Művészete szavak nélkül mutatja az emberi sors drámájának minden mozzanatát. Monográfiánkban, amit az asztalon is megtekinthető, ezt a sokrétű embert szeretnénk bemutatni. A monográfia létrehozásában tevékeny része volt B. Jánosi Gyöngyi lányának, aki személyes hangvételű ismertetőjével ajánlotta a képeket és a könyvet a megjelenteknek. Ami emlékezünk, ami felidézzük az emlékét, ami festményeivel tudunk előni, felidézzük a közös pillanatokat, a mosolyát, a személyiségét, addig mindig itt lesz velünk. És ez öröm. És biztos vagyok benne, hogy valahol ott is van. A Szent Erzsébet közösségi házban berendezett tárlatot június 10-ig láthatják az érdeklődők. Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester kihívó nélkül indul a június 9-én esedékes önkormányzati választáson Jászfényszarún. Ez alkalommal egy rövid ciklus összefoglalóra kértük meg. Milyennek látta ezt az elmúlt 5 évet? Én azt gondolom, hogy amit a önkormányzat elhatározott, az összességében meg tudta valósítani. A Top Plusznak ismert
de település fejlesztési operatív programban sikeresen pályázott a település. Készülnek a tervek, egy beruházás már az Orion és a 3106-os útnál a felcsatlakozás elkészült. Készülünk ebben az időszakban és a pályázatok szerencsés okos felhasználására, valamint az új régutavák multifunkcionális sportcsarnok előkészítése zajlik, hogy a tervezés olyan szakba jusson, hogy szerencsés közbeszerzési pályázatot tudjuk magunkénak. De nagyon sok minden történt az ipari parkban is. Igen, az az igazság, hogy szeretnénk megőrizni az úgynevezett befektető barát önkormányzat címet, az Ipari Park Centrum üzemcsarnokra nyert pályázatot, illetve út karbantartásra. Erre azért van nagy szükség, hogy továbbra is vonzó legyen a település a befektetők számára. A csatornahálózat megépült, illetve a csatornát fogadó szennyvíztisztító mű is. Azt az információt kaptuk, hogy a gáz pillanatilag elegendő, de ami nagyon fontos, hogy olyan magas az áramigény, hogy alállomás építését határozta az önkormányzat, amelyhez külön szerződést kötöttünk, területet vásároltunk, pont amiatt, hogy el tudjuk látni kellő infrastruktúrával az érintett vállalatokat, cégeket. Furtunk egy negyedik ivóvízkutat, és remélem, hogy a HIPA segítségünkre lesz abban, hogy az elmúlt időszakban már kormányhatározatban is megfogalmazódott víztározót és vastalanítót támogatni fogja. Nagyon fontos számunkra a közösségeknek az összetartozása, összetartása. Ciklusbeszámolóban is írtam, hogy a civil szervezetek, az egyház, az önkormányzat, a képviselőtestület együttműködése hozza meg az eredményt. Hogyan látja a település szépítés, a település karbantartás, a település állapotát? Hát erre különös gondot fordít Jászfény Szaru. Nem is egészen véletlen, hogy minden alkalommal vagy megnyertük, vagy külön díjat kaptunk a Virágos Magyarországért, és azok a közterületek, amelyeket az önkormányzat magáénak tud a GAMESZ műszaki ellátó szervezetével, illetve kiszerződéssel mindig olyan állapotba hozzuk, hogy arra büszkék lehessenek a Jászfény Szarújak. Milyen érzés így készülni a választásokra, és hogyan látja a testület lehetőségeit? Nekem az a véleményem, hogy minél nagyobb a bizalom, annál nagyobb a felelősség. Én azt gondolom, hogy a képviselőtársaim, akikkel jelenleg dolgozom, hiánytalanul indulnak. Ez azt jelenti, hogy egy összehangolt, békés, konstruktív munka folyt az elmúlt időszakban, aminek szívesen lennének folytatója a jelenlegi képviselőtársaim. Milyen célokat, elképzeléseket fogalmazott meg, fogalmaz meg az önkormányzat az elkövetkező ciklusra? Én azt gondolom, arra is ügyet kell fordítani, hogy a korábban létrejött létesítmények karbantartása, felújítása is megtörténjen, hogy ezt a megszokott színvonalat tudjuk továbbvinni, amit a lakosság az új épületeknél tapasztalt. Úgy fogalmazok, hogy a fiatal szülők az egész időségig érezzék, hogy az önkormányzat fokozott gondot fordít, illetve törekszik arra, hogy minden érintett Jászfényszorú lakos érezze a komfortérzetre irányuló önkormányzati fokozott figyelmet. Ennyi fért ma műsorunkba. Adásunk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A Jászság egyik legnagyobb és legpatinásabb vers és prózamondó sereg szemléjeként szervezték meg a 14. Jászfény vers és prózamondó találkozót. A hagyományos sport és családi programok mellett első alkalommal szervezték meg a diákpolgármesterek találkozóját május 1-én. Bútorfestőiparművész kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Köszönöm figyelmüket, a Jászfényszarúi Hírmagazint látták. Összeállításunkat és korábbi adásainkat megtekinthetik az interneten, a jttv.hu oldalon, valamint közösségi felületeinken. Viszontlátásra!